éjszaka van. A fővárosi múzeum képtára üres. A falon tündököl egy frissen kiállított nagyértékű festmény. A híres prágai látkép, melyet ajjaj, és mit látok? Egy képrabló jelent meg a színen, és egyenesen a kép felé tart. És csöng a telefon a megye legjobb nyomozója David Sherlock irodájában. Hello? Kirabolták a mozogókat és ellopták a képünket? Igen, már is ott vagyok. Ez mi lehet? Aha! Liszt! Talán egy pék lehet a tettes. Rejtett kamera felvételein tisztán látszik, hogy egy férfi volt a tettes. Bingo! Így a nyomozó azonnal kéreti a megye összes férfi pékjét. Pék, láttál képet? Elmet. Egyik sem az, az utolsó pék érkezik. Név? Pék László. Te pék, láttál képet? Várjunk csak! Most, hogy századjára hallom ezt a mondatot, jövök rá, hogy ez visszafelé is ugyanaz. Nézzétek csak! Mi? Láttál képet? Te pék, láttál képet? Te mi? Láttál képet? Te pék, láttál képet? Mutasd a kezed. Rajta. Letartóztatom képrablás miatt. A nyomozó ismét remek munkát végzett. És nyugtával dicsérte a napot. Dávid, 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 gyere, menjünk! Fotaizék, Tomiék jöttek. Szerintem ők